diák vendégeinket köszönti Marci Adrián és Kalányos Evelin, harmadik A-osztályos tanulók, József Guggenmos Mojzegedich című versével. Was denkt die Maus am Donnerstag, am Donnerstag, am Donnerstag? Das selbe wie an jedem Tag, an jedem Tag, an jedem Tag. Was denkt die Maus am Donnerstag, am Dienstag, Mittwoch, am jeden Tag, an jedem Tag? Oh, hätte ich ein Wurstbrot mit ganz viel Wurst und wenig Brot. Oh, fände ich zu meinem Glück ein riesengroßes Schinkenstück. Das gebe Saft, das gebe Kraft. Da wär ich bald nicht mehr Mäuschen klein, da würde ich bald groß wie ein Ochse sein. Doch wäre ich erst so groß wie ein Stier, dann würde ein tapferer Held aus mir. Das wäre herrlich, das wäre recht, und der Katze ging el schlecht. Programunk első részében a 8. osztályosok ballagási ünnepségére kerül sor. A mai napon búcsúzik az iskolától Horvátné Fatalin Zsuzsanna tanárnő osztálya, a 8. A, és búcsúzik dr. Lennerné Magvas Andrea tanárnő osztálya, a 8. B. Felkérem dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő urat, hogy köszöntse a megjelenteket, s akinek az iskola tanulói nevében Bertalan Zsófia ad át ajándékot. Köszönöm szépen! Kedves ünneplő évzáron megjelent diákok, szülők és pedagógusok, köszönöm szépen a meghívást. Valóban az eső megzavarta ezt az ünnepséget, hiszen itt még mondhatnánk azt is, a csilláron is lógnak, mert nem férünk be teljesen ebbe a terembe. És egy iskolai udvaron történő évzáró búcsúztató, az mindig talán még meghittebb, hiszen az az otthona mindenkinek, aki egy évzáró ünnepségre eljön. Liebe Gäste, ich möchte Ihnen recht herzlich begrüßen und Ihren Unterstützung für Devecser, das für uns immer ez a große Ehre. Danke vielmals. Csak annyit mondtam, hogy köszönjük szépen a támogatást Devecser részére, de polgármester úr ezt talán sokkal jobban elmondta, hisz ő német szakos. Hát kedves diákok, az évzáró az mindig azon kívül, hogy ünnep, mégis egy felszabadultsági érzést jelent, hiszen vége egy tanévnek. Ilyenkor eljön az igazság pillanata, hiszen a bizonyítványt átveszitek, és abban az egész éves munka eredménye benne van. Mégis egy kicsit talán felszabadultabb az érzés, mint az év nyitónak, amikor ugye vége a nyári szünetnek, és elkezdődik a munka, most pedig éppen a nyári szünet kezdődik. Én azt kívánom, hogy a nyári szünetben sok szép élményben legyen részetek, és sok jó dolognak legyetek majd a részesei. Töltődjetek fel, szokták mondani, hogy aztán kipihenve, felfrissülve lehessen nekiállni az új tanévnek. A nyolcadikosoknak most elbúcsúznak. Sok sikert a következő időszakra, amikor középiskolát választanak majd, és elmennek tanulni máshova, nem maradnak itthon a szülői közösségben. Ez egy nehezebb feladat lesz, mint az általános iskola, de aki itt jól helytált, vélhetően ott is megállja majd a helyét, hiszen azok a pedagógusok, akik tanítottak benneteket, azok mindent megtettek azért, hogy jó alapokkal és jó információkkal jussatok el a középiskolába. Köszönet a pedagógus társadalomnak is, hiszen Devecserbe közismerten sok nagyon nehéz sorsú gyermeket kell nevelni az életre, sokszor nem mindig tudja megadni a család azt, amit aztán az iskolának kell pótolni. Hát nekik is, önöknek is, kedves pedagógusok, sok-sok örömet a nyárra, pihenést, és az új tanév kezdetre pedig erőt kívánok, hiszen a pedagógus világ az mindig forrong valamiért, a tantervek azok mindig változnak valamiért, és így, ha nincs állandóság, akkor ez egy nagy kihívás mindenki számára, egy új tanév. És hát köszönjük mindig az ifjúsági fúvószenekarnak is,
aki mindig megörvendeztet bennünket a karnagyúr vezetésével ünnepi pillanatok során. És hát szeretnék így előzetesen is gratulálni minden elismeréshez, minden kitüntetéshez, és mindahhoz, ami egy megérdemelt munka jutalmaként mai napon elhangzik. És hát természetesen a szülők sem maradjanak ki a köszöntésből, köszöntöm a szülőket is, hiszen nekik kell sok esetben a gyermekeket segíteni, helytállni, anyagi kiadásokba verni magát, hiszen nagyon sok pénzbe kerül egy gyermek tanítatása, még akkor is, ha az állam ingyenes étkeztetést, ingyenes tankönyvet biztosít a gyermekek számára. Azt gondolom, hogy a mai ünnepen ünnepeljünk együtt. Sok szép dolog történt az 2017-18-as esztendőben, és hát tanévben, és ezt várjuk el majd a 18-19-es esztendő is. Most pedig még egyszer jó pihenés kívánva, megköszönve megtisztelő figyelmét mindenkinek, jó utat ballagó nyolcadikosok, és szép és tartalmas nyári szünetet mindenkinek. Dávid Eszter az 5. B osztályból az iskola tanulóinak nevében szól a pedagógusokhoz. Keszthelyi Mangó Gabriella. Köszönöm. Mikor az ég csak szürkét játszott, te gyújtottál világot, és árnyaltál színeket az égre, nyitottál kaput a tisztességre. Megtöltötted szívvel a zsebem, napokban innen költekezem, és ha karcot ejt a szó, van rá ige, s tapaszként ragasztom a sebem szélére. És amit elém őszintén tudtál tenni, mindig merni őszintének lenni, meglátni az értéket, tartani a mértéket, megragadni minden emberben az emberséget, és merni hangoztatni véleményünk, és vállalni azt is, amitől félünk, és megtanítottál magamat is tisztelni, magamban is az embert észrevenni. Köszönöm neked, a tanárnőmnek, az eszköz, mi belőlem nőhet, és tükrömben nézve kristálytiszta vagyok, mint a hegyekben a titkos, zubogó patakok. Felkérem Esztert, hogy adja át a virágcsokrot Egyházi Andriának, a pápai tankerület vezetőjének. Tisztelt ünneplő közösség, tisztelt vendégek, kedves szülők és diákok, mélyen tisztelt kollégáik! Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Pápai Tankerületi Központ igazgatójaként a Devecseri járási tanévzáró ünnepségen. Külön köszöntöm dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő urat és Ferenci Gábor polgármester urat. A köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülése óta immáron az 5. tanévet zárjuk ebben a formában. A 2017-2018-as tanévről általában elmondható, hogy az állami szerepvállalás továbbra is az esélyteremtést, a köznevelési, közszolgáltatási szerepét, a köznevelési tartalmi fejlesztését, és ezen keresztül a gyerekek tanulmányi idejének minél hasznosabb megszervezését, a tanulmányi terhek csökkentését, az iskolába töltött idő hatékonyságának növelését helyezi a középpontba. Mottónk a jövő sikeres nemzedékének szolgálatában, a gyerekek érdekei az elsők, ezek mentén dolgozunk. Tisztelt megjelentek, bölcsmondás szerint 4 dolog van, ami soha nem tér vissza. A kő, miután elhajítottad, a szó, miután kimondtad, az alkalom, miután elmulasztottad, az idő, miután elmúlt. Igen, elmúlt a 2017-2018. Tanév a 180 tanítási napjával együtt. Itt vagyunk, ünnepelni jöttünk. Az élet olyan, mint egy csatorna,
hogy mit lehet kihozni belőle, az attól függ, hogy mi lett beleadva. Tom Lehrer szavai alapján év végén, amikor lezárunk egy tanévet, mindig érdemes számba venni mindazt, ami ez alatt történt, és amivel erősödtünk a tavalyi évhez képest. A 2017-2018-as tanév szorgalmi időszakát a devecseri járásban 979 általános iskolás, a pápai tankerületben összesen 9164 tanuló fejezte be. A művészetoktatásban résztvevők tanévvégi létszáma 56 fő volt zeneművészeti ágban. A pápai tankerületi központ nevelő oktató munkájának feladatellátását összesen 1228 fő közalkalmazott végezte, melyből 972 pedagógus, 112 fő nevelő oktató munkát segítő és 137 fő technikai munkakörben látta el feladatát. 43 fő közfoglalkozott dolgozó bevonásával biztosítottuk a zavartalan feladatellátásunkat. Az első osztályt ebben a járásban 110 kisdiák kezdte meg, és most 123 tanuló ballag el a 8. osztályokból a devecseri járásban. A pápai tankerületi központ 4 gimnáziumában pedig 283 ballagó van. Egyre több diák él a megmérettetési lehetőségekkel, a különböző iskolai, járási, területi, régiós és országos versenyeken sok szép eredmény született ebben a tanévben is. Örömmel emelem ki önöknek ezek közül a következő versenyhelyezéseket. A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és amiban Boldizsár Bíborka megyei és regionális versenyeken több alkalommal szerzett aranyminősítést. Felkészítő tanára Ormán Laki Péter. A Tüskevári Általános Iskola Tóth Adrián a Herman Otto természetismereti versenyen 116 versenyzőből országosan 5. helyezést ért el. Felkészítő tanára Halmi Józsefné, Balog Andrea Mária. A Noszlopi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában az országos német versenyre 300 induló csapat közül 2 noszlopi csapat jutott be, a 7. osztályosok csapata a 2. helyezést, míg a 8. osztályosok csapata 4. helyezést ért el. A csapatok felkészítője Csonka Ferenc. A Szente Bálint megyei diákolimpián 2. helyezést ért el, jövő héten lesz az országos verseny, felkészítője Varga Péter. Még mindig noszlopi, a 3. és 4. osztályosokban alakult drámacsoport Debrecenben megrezett Vörös Sándor gyermek és színjátszó fesztiválon külön díjat kapott. Felkészítőjük Benkő Zsófia. Azt gondolom, elégedetten állapíthatjuk meg, hogy alapvető céljainkat elértük, kitűzött feladatainkat teljesítettük. Ezzel kapcsolatosan a diákoknak most évvégén 1.800.000 forint értékben jutalomkönyvekkel, a tankerületben dolgozó 42 pedagógusnak elismerő oklevéllel, tankerületi plakettel köszöntük meg felkészítő munkájukat. A felkészítő munkához ezúton is munkatársaim nevében gratulálok. Engedjék meg, hogy külön kifejezzem köszönetemet a devecseri AMI növendékeinek, a pápán megrendezett tankerületi pedagógus napon nyújtott szereplésükért, és hoztunk egy kis ajándékcsomagot, amelyet majd a műsor után átadunk. Külön köszönjük ismételten a szerepléseteket. Valamint gratulálni szeretnék Boldizsár Bíborka, trombitaszakos növendéknek, aki kimagasló teljesítménnyel nyert felvételt a budapesti Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumba. Gratulálok! A sikerek mellett sajnos kudarcról is szólnak a statisztikai mutatók, vannak évismétlésre utalt tanulóink is. A sikertelenség mindig csak közbülső eredmény, a végleges sikerhez vezető úton. Írta Kurt Tepperwein. Ez lehetne a mottoja azoknak a diákjainknak, akikkel augusztus végén a pótvizsgákon fogunk találkozni. Ne keseredjetek el, a legfontosabb, hogy képesek legyetek hinni magatokban, ez mindenkire vonatkozik, azokra is, akik úgy érzik, nem a saját elvárásainknak megfelelő érdemjegyet kaptak a bizonyítványukba. Felhívom különösen az általános iskolai diákok figyelmét, a tanuláshoz való komoly hozzáállás,
a rendszeres tanulás fontosságára, az egyéni adottságoknak megfelelő eredményhez, a diák akarata elengedhetetlen, a pedagógus és a diák együttes kitartó munkájára, a szülő támogatására szükség van. A tanév során a tanulóink 16%-a kért mentesítést a 16 óráig tartó foglalkozások alól. Ez a három járás közül itt ebben a járásban a legjobb mutató, azaz sokan éltek az intézmény adta lehetőségekkel. A legfontosabb feladatunk, hogy fegyelmezett fenntartóként, a jogszabályoknak megfelelve egyenlő esélyeket teremtsünk a köznevelés rendszerében úgy, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat a lehető leghatékonyabban használjuk fel. Esélyegyenlőségre törekedtünk a város és a járás iskolái között egyaránt. Ez nagyon jól mutatja az egyéb foglalkozások szervezésének helyzete. Napközi tanulószoba, szakkörök, felzárkóztatás, tehetséggondozás, könyvtári órák és egyéb foglalkozások vonatkozásában. Tankerületünk valamennyi 4. és 6. osztályos diákjai számára összesen 1639 főnek biztosítottuk ebben a tanévben is a kötelező úszásoktatást közel 18 millió forint értékben. Ugyancsak fenntartói feladatként finanszírozzuk a tanulók iskolába jutását közel 9 milliós kiadással. A devecseri járásban 6 intézmény kapcsolódott be az iskolatej programba, 714 tanuló kapott legalább heti 2 alkalommal ingyen tejet vagy tejterméket. Ebben a tanévben is az intézményeink számára készpénzes működéskiegészítő ellátmánnyal biztosítottuk maximum havi 50 ezer forint értékig a különböző kiadásaik fedezetét. A 2017 évi költségvetés pénzmaradványunknak köszönhetően számos intézményünkben infrastruktúrális fejlesztést tudtunk megvalósítani. A devecseri járásban szeretném kiemelni a legjelentősebb munkákat. A devecseri általános iskolában salakos pálya felújítására került sor 8 millió forint értékben. A kertai általános iskolában megújultak a mosdók, a tantermek 21 millió forint értékben. A Somlóvásárhelyi általános iskolában érintésvédelmi és egyéb feladatokat 4 millió forint értékben, a Csöglei általános iskolában kazáncserét és villámhárító világítás korszerűsítés 10 millió forint értékben. 2013-ban bevezetésre kerülő pedagógus életpálya modell a pedagógusok társadalmi tisztelet és megbecsülés előmozdítását szolgálja, amelyben az idei esztendőben is pedagógusaink készhez kapták a szeptember 1-től hatályos pedagógus illetményemelésüket. Ezzel együtt az illetménypótlékok mértékének korrekciójára is sor kerül. Tankerületünk összes települése vonatkozásában, ahogy országgyűlési képviselő úr is fogalmazta, ingyenesen biztosítottuk a tankönyveket a devecseri járásban 13 millió forintért. Folytatódott a határtanulóprogram, amelynek célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése a szomszédos országok magyar lakta területein. A Noszlopi és a Somlóvásárhelyi iskola diákjai vettek benne részt 2 millió forint összegben. A közelgő hetekben pedig a tanulók Erzsébet táborban vehetnek részt pedagógusokkal a devecseri járásban, Devecser, Nagyalásony, Noszlop, Somlóvásárhely és Tüskevár 6,7 millió forintos támogatással. A tehetséges feltételrendszerek javítását célzó hazai programok támogatásában a Somlóvásárhelyi iskola részesült. A Kodály program keretében a zenei nevelés, a zeneoktatás, valamint az egyes kulturális zenei fejlesztések támogatására került sor az elmúlt esztendőben, illetve folytatódik a program, 16 millió forint értékben tudunk új hangszert beszerezni a zeneművészeti iskolák számára. A sok-sok felsorolásból látható, hogy továbbra is szeretnénk egységes elvek mentén egyenlően megteremteni mind a hazai, mind a szakmai, mind a tárgyi feltételeket mindhárom járásban. Ahhoz, hogy a kitűzött céloknak maradéktalanul meg tudjunk felelni, elengedhetetlen az innováció, a folyamatos megújulás, a törekvés és a fenntartói rendszerben lévő szellemi tőke minél nagyobb kiaknázása. Éppen ezért az eddigieknél is jobban támaszkodnunk kell egymásra és az intézmények tapasztalataira, még inkább bevonva őket is a közös gondolkodásban. A jövőben is számítok, kedves kollégáim, elhivatottságotokra,
és munkátokra. Kedves lányok és fiúk, kedves kollégák, eljött tehát a pillanat, amellyel megkezdjük most a vakációt. Köszönöm mindenki munkáját, aki tevékenyen részt vállalt ebben a nehéz, de mégiscsak szép tanévben. Kívánom, hogy a nyár hozza el a pihenést, a feltöltődést, a kikapcsolódást, hiszen az a változás, amelyben vagyunk, csak közös erővel és összefogással hozhat mindenki számára további sikereket, eredményeket. Kedves ballagók, a mai nap csak a tiétek, a mai nap titeket ünnepel mindenki. Már eddig is biztosan a többet, a szebbet, a jobbat kerestétek, de mégis más lesz majd az elkövetkezendő új időszak. Lehetek az esélyed című filmidézetével térnék vissza beszédem kezdő gondolataihoz. E napon előre tekintünk, amikor már nem fogunk ide járni. Ne haraggal tekintsünk vissza, hanem megbánás nélkül. Ne sajnáljuk, hogy amit meg akartunk tenni, nem tettük, hogy amit ki akartunk mondani, nem mondtunk ki. Kedves jelenlévők, végezetül engedjék meg, hogy a fenntartó képviselőjeként jó magam is köszönetemet fejezzem ki pedagógus kollégáknak és az intézményi dolgozóknak, akik az elmúlt tanévben fáradhatatlanul sokat tettek a tanulóinkért, illetve színvonalas oktató-nevelő munkájukkal öregbítették az intézményünk nevét. Nincs az életben nagyobb felelősség és nagyobb megtiszteltetés, mint hogy felnevelhetjük a következő nemzedéket. Németh László idézetével köszönöm megtisztelő figyelmüket, és e gondolatok jegyében a 2017-2018-as tanévet ünnepélyesen bezárom. Találkozzunk újra szeptemberben. Köszönöm. A mai nevezetes eseményen nem csak a ballagó diákokat ünnepeljük, hanem a pedagógus pályán hosszú időt eltöltő tanároknak is gratulálhatunk. Megkérem Egyházi Andreát, a pápai tankerület vezetőjét, és dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselőt, hogy adják át a pedagógus szolgálati emlékérmeket a kitüntetett pedagógusoknak. A Kertai Általános Iskolából Törökné György Kovács Anna pedagógus szolgálati emlékérem díjazásban részesül. Törökné György Kovács Anna tanítói diplomájának megszerzését követően 1978-ban kezdte pedagógus pályafutását a Kertai Általános Iskolában. ...1979-től 2011-ig kisebb megszakításokkal osztálytanító. Színvonalas munkájának köszönhetően 1984-ben munkaközösség vezetői megbízást kapott. Számtalan intézményvezetői dicséret, elismerés birtokosa. 2011-től napközis csoportvezető. Továbbképzési kötelezettségének mindenkor időben eleget tett. Ismereteit, tapasztalatait nevelőtestületi értekezleteken, szakmai műhelymunkák során igyekezett kollégáival megosztani. Népművelő és ének szakkollégiumi tanulmányait iskolai ünnepélyek, egyéb rendezvények, táborok szervezésében kamatoztatta. Énekkart vezetett, tanítja az ének-zene tantárgyat. Tagja volt az intézmény közalkalmazotti tanácsának, kezdetektől részt vett az iskola mellett működő alapítvány kuratóriumának munkájában. Idén, igénybe véve a nők 40 év munkaviszony utájáró nyugdíjjogosultságát, tervezi nyugdíjba vonulását. 4 évtizeden át végzett példamutatóan színvonalas munkájával Törökné György Kovács Anna kivívta a munkatársak elismerését, az iskolapadból kibocsátott nemzedékek tiszteletét. Gratulálunk! A Somlóvásárhelyi Széchenyi István Általános Iskolából Rémai Lászlóné
pedagógus szolgálati emlékérem díjazásban részesül. Rémai Lászlóné általános iskolába is Somlóvásárhelyen járt, ahol korán kialakult benne, hogy pedagógus szeretne lenni. A történelem, magyar és az énekzene tantárgya kötötték le igazán. Az első diplomáját Győrben, az Apácai Csere János tanítóképző főiskolán levelező képzésben szerezte 1983-ban, ahol a technika speciális szakkollégiumi képzésben is részt vett. A főiskolai évek alatt képesítés nélküli pedagógusként dolgozott Somlóvásárhelyen, Nagyalásonyban, majd 1982-től ismét Somlóvásárhelyen, és azóta is ott tanít. 1997-ben a szombathelyi Berzsenyi Dániel tanárképző főiskolán történelem szakos diplomát szerzett. Az utolsó diploma megszerzése óta több mint 600 óra továbbképzésen vett részt. A Budapesti Műszaki Egyetem vezetőképzőjét 2003-ban végezte el, és szakvizsgázott pedagógus lett. Tagja a Történelem Tanárok Egyletének, rendezvényeiken, továbbképzéseiken az utóbbi időkig rendszeresen részt vett. Rendszeresen készítette fel diákjait az általuk szervezett vetélkedőkre, ahol tanítványai sikeresen szerepeltek. Évtizedekig vezetett honismereti szakkört, ahol a tanulókkal a helyi hagyományok feldolgozásával, ápolásával foglalkozott. A szülőkkel napi kapcsolatot ápolt. Szervezte a szülők iskoláját, törekedett arra, hogy minél több programja bevonja őket. Aktívan részt vesz a közösség kulturális életének szervezésében is. Gratulálunk! A ballagási ünnepség folytatásaként a végzősök nevében Tanka Noel 8. B-osztályos tanuló szól hozzánk, majd a 8. A-osztályos Fuchs Sebastian szavalatát hallhatjuk. Aztán Kalányos Mária énekli el a 7. A-ból Bartók Eszter búcsúdalát. Kedves tanáraink, szüleink és kedves vendégeink! Jól emlékszem arra a napra, mikor édesanyánk édesapán kezébe kapaszkodva, kíváncsian, kicsit félve léptük át először a kisiskola küszöbét, melynek ma már minden rejtett zugát ismerjük. Ők azért választották ki számunkra ezt az intézményt, mert tudták, hogy itt jó kezekben leszünk. Kiváló tanítónéniktől kaptuk meg azokat a biztos alapokat, melyekre biztonságosan építhettek felsős oktatóink. Szüleink, tanítóink és tanáraink, miattunk összefogva, jó kertészként, végtelen szeretettel és hatalmas türelemmel foglalkoztak velünk, rendületlen hittel adták át tudásukat, emberségüket, s közben természetesen nyesegették vadhajtásainkat. Köszönjük mindazt, amit értünk tettek. Két tanárunktól különösen nehezen válunk el. Ők örökre a szívünk közepén lesznek. Andi néni és Kati néni, értő figyelme, bíztató mosolya, mindig támogató, de reális véleménye, erőt adó ölelése nagyon fog hiányozni mindannyiunknak. Nem csak hálás szavainkkal, hanem tetteinkben, életünkben igyekszünk majd viszonozni mindazt, amit tőlük kaptunk. Kedves diáktársaim! A hetedikesek hamarosan ünnepélyes keretek között veszik át az iskola zászlaját, melyre fölkötünk osztályonként egy-egy szalagot, hogy emléket hagyjunk magunk után. Bízom benne, hogy nem csak erről a kis sejem darabról jutunk majd eszetekbe, hanem az együtt szerzett sok-sok közös élmény sem engedi, hogy elfelejtsetek bennünket. Az élménydús táborozások, kirándulások, az izgalmas versenyek és vetélkedők, a végigdrukkolt órák, az együtt kieszelt és végrehajtott huncutságok, és sok ezer apró dolog elszakíthatatlan szálakkal kapcsol bennünket örökre össze.
Nekünk bizony az előbb szólt utoljára a csengő a jól megszokott falak között. Az új tanévet sokan már egy másik városban, másik intézményben, másik épületben, más pedagógusokkal, más gyerekek közt kezdjük. Képzelbe itt a risznyánkban azonban őrizzük azt a sok-sok kincset, melyekre az elmúlt esztendők folyamán a Gárdonyi Géza általános iskola falai között tettünk szert. Útravaló gyanánt nem csak az itt szerzett tudást, világlátást visszük magunkkal, hanem bizony kedves tanáraink szavajárását, egy-egy mozdulatát is. Amikor 2010-ben megkezdtük általános iskolai tanulmányainkat, nem sejtettük, hogy ilyen gyorsan elszáll ez a 8 év. Vajon miért telhetett el olyan hamar ez a hosszú idő? Rendkívül egyszerű választal zárom beszédemet, mert nagyon jó volt Gárdonyis diáknak lenni. József Attila, kertész leszek. Kertész leszek, fát nevelek. Kelő nappal én is kelek. Nem törődök semmi mással, csak a beoltott virággal. Minden beoltott virágom kedvesem lesz virágáron. A csalá lesz, azt se bánom, igaz lesz majd a virágom. Tejet iszok és pipázok, jó éremre jól vigyázok. Nem ér engem veszedelem, magamat is elültetem. Kell ez nagyon, igen, nagyon, napkeleten, napnyugaton. S ha már elpusztul a virág, legyen a sírjára virág. Csendre hint az élet minket. Egy álom lassan elmúlt. Mégis nem hiszem, hogy végleg nem látlak már téged.
Az itt maradó tanulók nevében Kelemen Alexandra a 6. A osztályból mond rövid beszédet. Kedves ballagó nyolcadikosok! Az osztálytermek, a folyosók, az iskola virágdíszbe öltözött ma. Tiszteltetekre csendültek fel a ballagási dalok a zenekar előadásában. Szüleitekkel együtt izgatottan vártátok a jeles esemény, testben, lélekben egyaránt készültetek rá. Nemrég éppen a fotózáson meséltetek nagy vidáman, aztán a múlt héten Zánkán, az utolsó közös táborozásunkor egyik este rádöbbentünk, hogy már csak néhány nap és vége. Ahogy rátok nézek, eszembe jutnak a végtelen beszélgetések, a titkolt bevallott, viszonzott és viszonzatlan szerelmek, a közös folyosói ücsörgések, a jó hangulatú zenekari próbák, a fellépések semmihez nem hasonlítható izgalma. Hosszú időn át ti halmoztatok sikert sikerre, dicsőséget szerezve az iskolának. Ti a nagyok voltatok azok, akik kiemelkedő eredményt értetek el tanulmányi versenyeken, művészeti téren, rajzban és zenében és sportban egyaránt. Most mi itt maradók, vesszük át tőletek a stafétabotot. Még nem mentetek el, most búcsúzkodunk éppen. Ki mosolyogva, ki sírásra görbülő szájjal, könnyektől csillogó szemmel. Tudjátok, nagyon furcsa lesz nekünk, hogy a mellettünk lévő osztálytermekből már nem ti fogtok kijönni. Hogy nem lesz ki ez átszaladni, oda menni, ha valamiben elakadtunk. S hogy jövőre az alsóból felkerülő kicsiknek már mi leszünk a nagyok. De középiskolába kerülve nektek is szerepváltást kell megélnetek. Ti lesztek a gólyák, akikre komoly erőpróba vár. Remélem, hogy álmaitok valóra válnak. Bízom benne, hogy hamarosan újra találkozunk, mert szívetek visszahúz benneteket hozzánk. Addig is azt kívánom tiszta szívemből, legyen előtted mindig út, melegen süsse arcodat a nap, az eső puhánás sem földjeidre, s amíg újra találkozunk, hordozzon tenyerén az Isten. Felkérem Nagy Nándor Richárd atyát, hogy szentelje fel iskolánk zászlaját. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Mindenható Istenünk, minden közösség atya és teremtője, te azt akartad, hogy összetartozásunkat különböző jelekkel mutassuk meg a világban. Te vagy az, aki az emberi közösségeket megáldod. Fiat keresztje, mint királyi zászló, mutatja számunkra a hozzád vezető helyes utat. Legyen ez a zászló, amelyet most megáldunk, jelképe annak, hogy mindannyian egy közösséghez tartozunk. Figyelmeztessen bennünket mindig arra, hogy emberi közösségek tagjai is vagyunk. Biztasson minket, hogy egymásért soha nem ulasszuk el megtenni mindazt, ami kötelezettség számunkra a közösség iránt. Legyen ez a zászló jel, ami összeköt. S áldja meg az Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Mi alatt Vencer Zsófi, 6. A osztályos tanuló muzsikálását hallgatjuk arról, hogy itt a búcsúzás ideje, az alatt Bogdán Bálint, Orsos Regina és Török Vivien, 7. B osztályos tanulók átveszik osztályfőnöküktől, Horváth Csabától a felszentelt iskolazászlót, melyet Nyárs Halnalka intézményvezető helyettes tervezett, melyre Orsós Titanilla 8. A és Mayer Maja 8. B osztályos tanulók kötik fel osztályuk emlékszalagját.
Végül iskolánk valamennyi dolgozójának jó kívánságait is tolmácsolom. Mindannyian további sikereket, boldogságot kívánunk a búcsúzó diákoknak. Műsoron következő részében a tanév ünnepélyes lezárására kerül sor. Felkérem Majer Gábor urat, iskolánk igazgatóját, hogy ossza meg a jelenlévőkkel a 2017-2018-as tanévhez kapcsolódó gondolatait. Kedves diákok, szülők, kollégák, tisztelt vendégeink! Ismét elrepült egy év, s újra itt állunk, hogy búcsút mondjunk egy tanévnek, és egy rövid időre egymásnak is. Arany Jánost idézve, útjaink száz felé válnak, de szívünk egy célért dobog. Nekivágunk a küzdelmes mának, s építkarunk egy szebb holnapot. A tanévzáron sorra veszük az év legszebb pillanatait, azokat, amelyeket tanulóink, tanáraink és a szülők egymásra számítva közösen valósítottunk meg. Büszke vagyok mindazokra, akik a mindennapok sikereivel hozzájárultak az idei eredményeinkhez. Úgy gondolom, hogy a 2017-18-as tanév végén is sok-sok eredményt, élményt, megpróbáltatást tudhatunk magunk mögött. Alapvető céljainkat teljesítettük, eredményes tanévet zártunk. Hadd fejezzem ki köszönetemet mindezért. Iskolánk ezer szállal kötődik más intézményekhez. Ezek a kapcsolatok mind-mind sikeres működésünk alapillérei, ezért hálával és köszönettel tartozunk érte. Szoros kapcsolatunk van a Magyar Vöröskereszt szervezetével, közös programjaink lehetőséget biztosítanak egymás munkájának megismerésére, kölcsönös megbecsülésére. Köszönöm Barát Gábornak és Targubáni Szendei Júliának, hogy lelkes, önzetlen munkájukkal folyamatosan támogatják iskolánkat. Prevenciós, valamint egészségtudatosságra nevelő tevékenységünkben nagy szolgálatot tettek ebben a tanévben is a védőnői szolgálat dolgozói, dr. Belső László iskolaorvos, valamint a Devecseri rendőrőrs munkatársai is. Köszönjük szépen! Köszönjük a néptánc és képzőművészeti oktatóknak, hogy színt hoztak iskolánk és tanulóink életébe. Köszönjük az együttműködést a Devecseri Egyházközösségnek, Nagy Nándor atyának, és köszönjük a hitoktatót egész éves munkáját. Örömünkre szolgált, hogy ebben a tanében iskolánk adott helyet a sümegi esperesi kerület hittanosai számára a hittanos találkozónak. Köszönöm Egyházi Andreának, a Pápai Tankerületi Központ igazgatójának és a Tankerületi Központ dolgozóinak, hogy a felmerülő feladatok megoldásában ebben a tanében is kitűnően együtt tudtunk dolgozni. Iskolánk fenntartója a Pápai Tankerületi Központ finanszírozásából megújult iskolánk sportudvara, ahogy ezt igazgatóasszony is elmondta. Felújításra került a salakos futópálya, a távolugrópálya és a súlylökőpálya. A beruházás összege 8 millió forint volt. A Pápai Tankerületi Központ iskoláival közösen három pályázatban veszünk részt. Az EFOP 3-2-3 pályázatban digitális környezet kialakítása kerül megvalósításra, továbbképzések, rendezvények mellett tabletek, interaktív táblák, kijelzők, laptopok, módszertani csomagok kerülnek beszerzésre. Az EFOP 3-11-1 szülősuli pályázatban a tanulók mentorálása, rendezvények lebonyolítása mellett iskolai bútorok, fejlesztőeszközök beszerzésére lesz lehetőség. Az EFOP 3-2-5 pályázat megvalósítása során pályaorientációra, természettudományos készségek és kompetenciák fejlesztésére, üzemlátogatásokra, kirándulásokra lesz lehetőségünk, valamint bevezetésre kerül a robotika, az alternatív energiaforrások, a háromdimenziós tervezés oktatása. Az ehhez szükséges eszközöket a pályázat biztosítja. Ebben a tanévben a digitális eszközhasználat terén minden pedagógus egy nagyot léphetett előre. Ugyanis az EFOP 3-2-4 pályázatból iskolánk minden pedagógusa vadonatúj laptopot kapott. Köszönjük szépen! Iskolánk együttműködik a Devecseri Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal az EFOP 3-2-9 pályázatban. A kirándulások, továbbképzések, rendezvények, szociális segítés mellett egy terem bútorainak és eszközeinek beszerzésére kerül sor. Devecserváros önkormányzatával együttműködünk nemzeti ünnepeink és a városi rendezvények szervezésében, valamint a TOP 5-2-1 pályázatban.
A pályázat keretein belül felzárkóztatásra és napközis táborok szervezésére lesz lehetőségünk. Köszönjük az együttműködést a városnak is. És itt szeretném megköszönni a szülők és a szülői szervezet áldozatos munkáját. A különböző programok lebonyolításában sok segítséget nyújtottak. Támogatták iskolánkat rendezvényeink megvalósításában. Itt szeretném megköszönni Kurdi Tiborné Betty munkáját, aki a szülői szervezet elnöke volt 2 éven át. Kérem Bettyt, hogy fáradjon ide a színpadra. Örömömre szolgál, hogy a kitűnő és jeles tanulókat jelentős pénzjutalomban, ösztöndíjban is részesíthetjük. Köszönjük az iskolánkat támogató számítástechnika oktatásért, tehetségek támogatásért alapítvány támogatását. Köszönjük Kulcsár Tamás elnök úrnak a rendezvények, nevezési díjak, jutalmak, ösztöndíjak finanszírozását, és köszönjük minden kollégának, szülőnek és támogatónak, aki az adója 1%-ával támogatta az iskolánkat segítő alapítványt. A tavaszi időszakban 3 csoport vett részt Erzsébet kiránduláson Zánkán, és még ebben a hónapban Erzsébet napközis tábort szervezünk az iskolánkban. A tanulóknak a tábor alatt étkezést, színes programokat, kirándulásokat szerveztünk pályázati forrásból. A szülőknek egy jelképes napi 100 forint összeggel kellett hozzájárulni a táborozáshoz. Köszönöm a kollégáknak a töretlen, kitartó munkáját, amellyel eredményesítették az elmúlt tanévet. Azon munkálkodunk, hogy a ránk bízott gyerekekből a bennük rejlő értékeket minél nagyobb sikerrel és eredménnyel hozzuk felszínre. Valamennyien arra törekszünk, hogy munkájukra igényes, felnőttként jól boldoguló, kiegyensúlyozott személyiségeket neveljünk az iskolánkba járó gyerekekből. Iskolánkat ebben a tanévben nagy veszteség érte. Elvesztettük kollégánkat, Firci Irma tanárnőt, aki oszlopos tagja volt a nevelőtestületnek. A tehetséggondozó, majd a felső tagozatos humán munkaközösség vezetőjeként precízen, kiváló minőségben végezte munkáját, úgy a tanórákon, mint a rendezvények, ünnepek, megemlékezések során. Ízig vérig pedagógus volt. Arszpoétikáját Németh László gondolataival mondta el. Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba. Kolléganőnket nem felejtjük el soha, örökké emlékezni fogunk rá. Köszönöm az egész évi munkáját a pedagógiai asszisztenseknek és azoknak a dolgozóknak, karbantartóknak, takarítóknak, konyhai dolgozóknak, akik ebben a tanévben hozzájárultak ahhoz, hogy tiszta, barátságos iskolába léphessünk be reggelente, illetve hogy tanulóink jól lakottan ülhessenek az iskolapadba. Bízom benne, hogy az örömteli élményeink, sikereink kerülnek előtérbe akkor, amikor visszatekintünk az elmúlt hónapokra. Nagyon büszke vagyok arra, hogy idén is sok városi, megyei, területi versenyen vettek részt diákjaink szép eredményekkel. Köszönöm a gyerekek hozzáállását, kollégái munkáját és a szülők segítségét is. Azt gondolom, ez megmutatja, hogy a törekvő diákok, az iskola, a szülői háttér támogatásával együtt milyen eredményre képesek. Ebben a tanévben, illetve most a tanévzára után kitűnő bizonyítványt visz ma haza 12 tanuló. 7 tanulónak ez a tanév sikertelennek bizonyult, ők ezután még jobban igyekezzenek. Közülük 2 a pótvizsgán bizonyíthatják még, hogy képesek a továbblépésre. Kedves szülők, az önök segítsége és támogatása nélkül mindezt nem tudtuk volna megvalósítani. Köszönöm, hogy bizalmukat adták a Devecseri Általános Iskola pedagógusainak azzal, hogy iskolánkba iratták gyermekeiket, ránk bízták nevelésüket, oktatásukat, és hogy egész évben kitartottak mellettünk, hogy a bizalom nem tört meg. Kedves gyerekek! A mai napon eljött a számadás ideje. A bizonyítványban lévő jegyek, értékelések egyértelművé teszik, hogy mit sikerült elérnetek a 2017-18-as tanévben. Tudom, hogy többségetek örömet, büszkeséget szerzett édesanyja, édesapja számára. Bizony elmondhatjuk, hogy sokat és keményen dolgoztatok az idén is,
és eljött a jól megérdemelt pihenés ideje. Igyekezzetek minél több tartalmas időtöltést találni magatoknak. Arra kérlek benneteket, hogy legyetek óvatosak, vigyázzatok magatokra és társaitokra egyaránt. Mindnyájatokat épségben, egészségben, nagyra nőve és kipihenten szeretnélek látni a tanévnyitó ünnepségem. Köszönöm a figyelmet! A következő percekben nagyon kedves kötelességének tesz eleget iskolánk vezetősége. Ajándékkönyvvel és oklevéllel jutalmazza azokat a tanulókat, akik kimagasló eredményt értek el a tanév során, kiváló tanulmányi eredményükkel, kiemelkedő teljesítményükkel öregbítették iskolánk hírnevét. A jutalmakat Maier Gábor igazgató úr adja át. Kérem, a nevek elhangzásának sorrendjében fáradjanak ki a tanulók. Alsó tagozaton kiemelkedő tanulmányi eredményét jutalomban részesül Keresztes Boldizsár első A, Fatér Gábor első A, Horváth Jázmin első A, Steigler Kevin első B, Zsuzsics Roland első B, Maier Márk harmadik A, és Vaskovács Botond harmadik A osztályos tanulók. A felső tagozatos tanulók néhányan egész évben kiemelkedően teljesítettek, és kitűnő tanulmányi eredményt értek el. Nekik a számítástechnika oktatásért, tehetségek támogatásáért közhasznú alapítvány ösztöndíját Kulcsár Tamás, az oklevél és könyvjutalmat Maier Gábor igazgató úr adja át. Kérem, nevük elhangzása után vegyék át a megérdemelt jutalmakat. Almási Szofi, 5. B. Bakos Noémi, 5. B. Nagy Zsófi, 5. B. Varga Noémi, 6. A osztályos tanulók. Kiemelkedő teljesítményért alapítványi ösztöndíjban részesülnek még Orbán Bianka, 5. A, Bakos Petra, 5. B, Dávid Eszter, 5. B, Balogh Kitti, 5. B, Bertalan Zsófia, 6. A, Fuchs Milán, 6. A, Kelemen Alexandra, 6. A, Boldizsár Bíborka, 8. B, Fenyvesi Zalán, 8. B, és Maier Maja, 8. B osztályos tanulók. Az ösztöndíjak átvételére június 18-án, hétfőn, 8 órától van lehetőség az iskola titkárságán. A szülők személyi igazolvánnyal vehetik át a pénzösszeget. Kedves osztrák vendégeink, a Soroptimist nemzetközi szervezet nevében ajándékkönyvvel jutalmazzák a német nyelv tanulásában legkiválóbb tanulókat. Kérem Éva Mária von Henneberg asszonyt, hogy adja át a tanulóknak a jutalomkönyveket. A nevek elhangzásának sorrendjében kérem fáradjanak fel a tanulók.
Marci Adrián, 3. A. Kalányos Evelin, 3. A. Orsós Liliana, 3. B. Orsós Alexa, 4. A. Nagy Zsófi, 5. B. Cseh Jennifer, 5. B. Inzsöl Ivet, 5. B. És Forgács Brandon, 7. A osztályos tanulókat. A 2017-2018-as tanévben a ballagók közül több éves kimagasló tanulmányi munkájáért, közösségben végzett tevékenységért Fenyvesi Zalán kapta a Gárdonyi díjat, Mayer Maja pedig a Nívó díjat, melyet Mayer Gábor igazgató úrtól vehetnek át a tanulók. A zeneiskola tantestületének külön díját a nevelőtestülettel egyetértésben az idén Boldizsár Bíborka kapta. A díjat Ihászné Szabó Katalin igazgatónő adja át. Akkor Mayer Gábor úr adja át a díjat. A jó tanulmányi eredményért, példamutató szorgalomért és magatartásért, sport és kulturális tevékenységért kapott okleveleket az osztályfőnökök adják át majd a bizonyítvánnyal együtt. Gratulálunk minden díjazottnak, és további szép eredményeket kívánunk! A zeneiskola vezetője Ihászné Szabó Katalin néhány információt szeretne megosztani a gyerekekkel és a szülőkkel. Kedves gyerekek, szülők, kollégák, kedves vendégek! 19. alkalommal zárja tanévét a Devecseri Zeneiskola. Aki zeneiskolás, az 2 iskolát végez, és 2 bizonyítványt is kap. Tehát miért is kap 2 bizonyítványt? Mert szolfézs órára, hangszeres órára jár, zenekarba, kamarapróbára. Gyakorolniuk kell, amikor a többiek játszanak. És mégis kitartanak, és ha át is éltünk néhány mély pontot a tanév során, csak a szép eredményekre emlékezünk az év végén. Mindig büszkék voltunk arra, hogy Devecserben olyan a zeneoktatás, amelyet a szakma számon tart. Tanáraink magas színvonalú munkája, tanulóink kiemelkedő teljesítménye évről évre meghozza az eredményt. És itt most én csak a gyerekek nevét olvasnám el, a főtárgy tanároktól vehetik majd át a jutalmakat, okleveleket. Tehát az idei versenyeken induló növendékek eredményei a következők voltak: Kelemen Alexandra, Varga Noémi és Dávid Eszter hangszerén bronz minősítést értek el. Tóth
Tóth Eszter két alkalommal is versenyen indult, és ezüst minősítést ért el. Tomor Júlia ezüst minősítést kapott megyei zongora versenyen. És Boldizsár Bíborka a sokadik alkalommal arany minősítést ért el. A családsegítő szolgálat által rendezett Ki mit tud versenyen Balog Benjamin, Bakos Noémi, Bakos Réka, Tóth Albert értek el nagyon szép eredményeket. És elhangzott már itt, hogy az igazgatóasszonytól a köszönet a zenekar felé. Én szeretném elmondani, hogy kik azok, akik szolgálatot teljesítenek a zenekarban. Kovács Júlia, Orsós Julianna, Boldizsár Bíborka, Szabó Ágoston, Pataki Bence, Magvas Laura, Kovács Kornél, Barta Enikő, Török Vivien, Lakatos Zsófia, Vencel Bálint, Ugi Veronika, Forgács Anna, Török Fanni, Kelemen Alexandra, Bakos Noémi, Varga Noémi, Fenyvesi Júlia, Vencel Zsófia, Bakos Réka, Barta Gábor, Márk Zsófia, Hekele Dániel, Göcsei Márk és a karnagyunk Kormándlaki Péter. Olyan tanulók kapnak oklevelet és jutalomkönyvet, akik zenekarban is teljesítenek, versenyen is szerepeltek, illetve kiváló tanulmányi eredményt értek el. Oklevelet vehet majd át főtártanárától Kelemen Alexandra, Varga Noémi, Vencel Zsófia, Tóth Eszter, Tóth Albert, Bakos Noémi, Bakos Réka, Tomor Júlia, Dávid Eszter és Kovács Júlia. Könyvjutalomban részesülnek Tóth Eszter, Dávid Eszter, Kelemen Alexandra, Varga Noémi és Vencel Zsófia. A zeneiskola sokat tesz az intézményért és a városért. Ezért, ha támogatásra van szükség, mindig bátran fordulhatunk és számíthatunk az intézmény vezetőségére, az önkormányzatra és a szülőkre. Itt szeretném elmondani, hogy a tanév során több jótékonysági rendezvény is lezajlott. Az egyiket az önkormányzat rendezte a zenekar javára, melyből a zenekar egy hétre elmegy Balatonszepezdre táborozni. Köszönjük szépen! Volt egy jótékonysági koncert a Hangár Együttes kezdeményezésére és az Ajka Rock Band együttes közreműködésével egy rock koncert, amellyel a zeneiskolát támogatták. És egy másik koncert, ez egy komoly zenei koncert volt, Schulz Jennifer és Lennel Barnabás koncertje. Köszönjük szépen! A befolyt összegből hangszerekhez kiegészítőket, kisebb alkatrészeket vásároltunk, illetve kottákat vásároltunk. A Roma önkormányzat is támogatta a zeneiskolát tartós tankönyvek vásárlásával, és köszönjük szépen! Köszönöm az egész éves együttműködést a szülőknek, kollégáknak, pedagógiai asszisztenseknek, a Művelődési Ház és Könyvtár munkatársainak, Szente Takács Annának és Barát Andrásnak. Köszönöm kollégáimnak, Falakiné Piltman Erikának, Göcsei Márknak, Hekele Dánielnek, Horvátné Fatalin Zsuzsannának, Ormándlaki Péternek és Schulz Jennifernek az egész éves munkáját. Végül, igen, egy tapsot megköszönünk. És már csak egy rövid ideig rabolom az idejüket. A bizonyítványokat át lehet venni a zeneiskolában, az én tantermembe tessék bejönni, és arra kérek mindenkit, hogy legyen szíves, jöjjön beiratkozni. Iskolai hangszer csak annál a tanulónál maradhat, aki beiratkozik az új tanévre.
És akkor ezzel mindenkinek nagyon kellemes pihenést kívánok a nyári vakációra. Gondolom, mindenki előtt nyilvánvalóvá vált a hallottak alapján, hogy eredményes tanévet hagytunk magunk mögött, diákjaink sok területen nyújtottak kimagasló teljesítményt. Ballagási és tanévzáró ünnepéjünk végén kívánok a nyolcadikosoknak magam és tanártársaim nevében sok sikert, további eredményes éveket. A nyári szünetre mindenkinek sok szép élményt, kellemes pihenést, feltöltődést kívánok. Az ünnepély végén köszönetet mondok az Y12 Galambász Egyesületnek, különösen Sejli Józsefnek és Benke Balázsnak, akik galambokat bocsájtottak a rendelkezésünkre, felengedésükkel felejthetetlenné teszik ballagási ünnepségünket. A szózat elhangzása után a ballagó osztályok hagyják el először a termet, a 8. A osztály kezdi a kivonulást, őket követi a 8. B osztály. Miután az ünnepeltek kiértek a művelődési ház elé, galambok emelkednek majd a magasba, szimbolizálva az ifjúság mérhetetlen szabadságvágyát, nagyra törő reményeit, felemelő terveit. Amikor a 8. osztályos diákok levonulnak, akkor virágot ad át Barát Gábor és Targobáné Szendrei Júlia a Magyar Vöröskereszt nevében. Most pedig énekeljük el közösen a szózatot.